A víz az élet, fogalmazta meg egy helybeli, aki rendkívül fontosnak tartja, hogy a vízügyi tényezőket középpontba állítsuk. Saját otthonában is megvannak az eszközei, amivel vizet takarít meg. Ó, nagyon sok víz fogy, például a mellékhelyiségben a WC-nél is. Nekem olyan tartályom van, ami fele akkora, mint kéne, és nagyon hasznosan, jól hasznosítja a vizet, hogy így mondjam. Tehát nem pocsékolok. Másik, ami nagyon fontos, egy közös udvarban lakom, egy társasházban, és az esővizet megfogom. Nekem vannak virágaim, haszonnövény is 1-2-3, és azt mind esővízzel locsolom. A víz megtartását többen is említették, amit próbálnak okosan hasznosítani. Zuhanyzunk, mi úgy sporolunk, meg amit tudunk, felfogunk vizet, és abban öntözünk. Mi így sporolunk. A mosogatások alkalmával is meg lehet fogni a vizet, erre is többféle módszerük van az embereknek. Újabban úgy csinálok, hogy van egy bajling, abban engedek vizet, elmosom utána, elöblítem, kész. Ennyi. A mindennapok során egy kis odafigyeléssel és tervezéssel bárki spórolhat magának és a föld tartalékainak is. Ez nem csak egyéni, de közösségi érdekünk is, és jövőnk szempontjából kulcsfontosságú.